Kedves kiskörösiek, kedves televíziónézők! Minden évben eljön az a nap, amikor elkészítjük számvetésünket, mit sikerült megvalósítanunk kitűzött terveinkből. Ugyanakkor az új esztendőre előre nézve tervezzük már a jövőnket is. A 2021-es esztendő költségvetését is nagymértékben befolyásolta a pandémiás helyzet, ezért az elmúlt esztendő nem volt könnyű a városvezetésnek. A 2021 első napján még azt mondtuk, hogy a mostani év minden bizonyjal jobb lesz, mint amelynek a küszöbén kiléptünk. Akkor bizakodva tekintettünk az új esztendőre. Sajnos nem így lett. Ezért a 2021 ismét az óvatosság éve lett minden tekintetben. Kötelező és vállalt feladatainkat azonban ebben az évben is el tudtuk látni. Az iparüzési adó kedvezményből származó bevételkiesésünket, amelyet a kormány a vállalkozások számára nyújtott, a város részére kompenzálta is. Az állami támogatásoknak is köszönhető, hogy a város működése továbbra is stabil marad, a feladatellátáshoz szükséges anyagi fedezet így biztosítva volt. Ebben az esztendőben is megtapasztalhattuk, tovább tanultuk, hogyan kell gondos gazda módjára felhasználni a már meglévő lehetőségeinket, mert az élet ugyan megtorpanhat egy pillanatra, de nem állhat meg. Mondhatjuk azt is, hogy tesszük úgy a dolgunkat, hogy intézményeink működni tudjanak, városunk pedig tovább fejlődjön. 2021 a megvalósulás éve volt számunkra. Amikor végre önöknek, kiskörösieknek szemmel láthatóvá vált az előző öt év szorgalmas, kitartó, administratív és előkészítő munkája. Sokáig csak emlegettük, hogy lesz, új ovoda a Körisfa utcában, lesz záportározó tó futókörrel kibővítve, kerékpárút egészen a Tabdi elágazásig, hogy megújulnak a Petőfi Múzeum már nagyon rossz állapotban lévő épületei, a küzdősportokháza, valamint az Árpád utca 8 szám alatti épület együttes, amely otthont ad fogorvosainknak, az egészségfejlesztési irodánknak, és az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális intézménynek. Teljes belső felújítással átadtuk a Batyány utcai óvodát is a gyermekeknek. Közösségi összefogással létrejött a Déli Báb utcában a Roma Alkotóház és a Kossuth hagyományok Hagyományokháza is immár civil szervezeteink rendezvénybázisává vált. A gazdák örömére Aszfaltburkolatot kapott végre a Madács utca végétől a Széles út az Izsáki útig. Nagy erőkkel zajlik a piaccsarnok átalakítása és a bölcsöde új 14 férőhelyel történő bővítése. Tervezési fázisban van a Déli Báb utca és környéke aszfaltburkolattal történő kiépítése, és az Akasztói út mellett egy 15 hektár nagyságú ipari park létesítése vállalkozásaink számára. A megfontolt önkormányzati gazdalkodásunk eredményeként jó néhány önerős beruházást is meg tudtunk valósítani. Járdaszakaszokat újítottunk fel, szennyvíz- és csapadékvíz elvezető rendszert építettünk meg vállalkozói összefogással, a hulladékudvar és a vele szemben lévő utcában. A belügyminisztérium által kiírt pályázatok eredményeként a Mészáros Lőrinc utcában és a Martini utcában már használható az új járda, míg a Liget utca járda felújítása 2022 tavaszán fog elkezdődni. Az utolsó testületű döntöttünk, a János Vitéz Látogatóközpont Petőfi Múzeumban történő integrálásáról, valamint a Város Marketing és Turisztikai Feladatok Kunság Média Kft-hez történő feladatátcsoportosításról. A 2021-es esztendőben is az összefogás, az együttgondolkodás jellemezte a kiskörösiek mindennapjait. Az önkormányzat civil szerveződések, egyházak, vállalkozók, magánszemélyek, talán még az eddigiektől is szorosabban együttműködtek. Nagy rendezvényeinket és kulturális, gasztronómiai, valamint sportprogramjainkat az aktuális járványügyi előírásoknak megfelelően tartottuk meg, alkalmat adva mindazoknak, akik kikapcsolódásra, szórakozásra, közösségi együttlétre vágytak. Font országgyűlési képviselőnknek köszönhető, hogy a Körisva úti óvoda önerő csökkentéséhez 360 millió forint kormányzati támogatást vívott ki lobby tevékenységével városunknak. Továbbá közbenjárására járására 510 millió forint kormányzati támogatást kaptunk a Rónaszéki fürdő több milliárdos, nagyságrendű fejlesztésének előkészületi tervezési munkáira. Városunk fejlődésének új irányt ad a kormány, bennünket is jelentősen érintő nagyberuházása a Budapest-Belgrád vasút kiépítése. A vasútvonal el el elkészítését 2025-re ígérik a kivitelezők. Kiskörösnek három nagy kiugrási lehetősége van. Petőfi Sándor öröksége, kiváló gyógyvizünk, valamint gasztronómiai borkultúránk. Mindhárom területen jelentős lépéseket tesz a városvezetés, illetve tesznek intézményeink, valamint borászataink annak érdekében, hogy országos és nemzetközi szinten is öregbítsék városunk jó hírnevét. Mi kiskörösek minnyájan szerencsések vagyunk, és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a városunk 300 évvel ezelőtt történt betelepítésének és Petőfi Sándor születésének 200. évfordulaját is együtt ünnepelhetjük. Méltó módon kívánunk felkészülni a rendezvénysorozatra, amelyet Magyarország kormányával és Bácskiskun megyei önkormányzattal karöltve szeretnénk a lehető legszínvonalasabban megvalósítani. Szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, aki városunkban él, elsősorban a türelemért, amivel átvészeltük a mostani nehéz időszakot. Részvétemet fejezem ki mindazoknak, akik a járványban elvesztették hozzátartozójukat. Sok erőt kívánok a betegeknek a gyógyuláshoz! Kérem azokat, akik még nem tették meg, vegyék fel a védőoltást, higgyenek orvosainknak, kutatóinknak, hogy az oltással nagyobb eséllyel kerülhetnek ki győztesen a COVID-vírussal vívott harcból. Köszönetet mondok mindazoknak, akik az elmúlt évben segítették városunk fennmaradását. Fejlődését. Intézményvezetőinknek és az intézményekben dolgozóknak, vállalkozóinknak és dolgozói kollektívájuknak, egyházainknak, civil szervezeteinknek és lelkes, számtalan esetben segítőkész tagjaiknak. Ugyancsak köszönetemet fejezem ki választókerületeink képviselőinek és a bizottságok külsős tagjainak az összehangolt tevékenységükért, valamint a városvezetés munkáját segítő polgármesteri hivatar osztályain dolgozóknak. Hálával köszönöm meg mindazoknak, akik a pandémiás helyzetben felismerték, hogy hol és mivel tudnak segíteni, és lehetőségeikhez mérten meg is tették. Támogatták a rászorulókat és városunk szociális intézményeit. Ismételten köszönetet mondok Font Sándor, országgyűlési képviselőnknek, dr. Kerényi János országgyűlési képviselőnek, valamint Rideg László megyei önkormányzati elnöknek, hogy segítik kiskörös fejlődését. Kívánom, hogy a 2022-es esztendő valóban könnyebb legyen, mint az előző, és az együtt tartozás alapjai a szeretet, a barátság, az egymás iránt érzett felelősség, a tisztelet, a megbecsülés legyen. Isten értesse önöket az új esztendőben. Kívánok mindenkinek szeretetben, egészségben és eredményekben gazdag, boldog új évet.